A Hollywoodból hazahívott Antal Nimród életrajzi film helyett inkább gangster mozit forgatott, és ugyan a viszkissel több tekintetben kitágította a határokat, bizonyos szempontból megmaradt biztonsági játékosnak. Ambrus Attila 90-es években nagyjából 30 közintézményt rabolt ki. A média már elfogása előtt is sztárt csinált belőle, becenevét is tőlük kapta, amire a későbbiekben aztán rá is játszott. Parókában végrehajtott rablásai során ugyanis rendre alkoholtól bűzlött. Később be is vallotta, hogy egy-két feles bedobásával tüzelte fel magát a megfelelő hangulatba. A közvélemény szemében az évek során valóságos legendává érett. Aki kijátszotta a rendszert, így nem csoda, hogy életéről könyv, doksi, most pedig játékfilm készült. Ez utóbbi rendezését pedig hazánk jelenlegi legfontosabb filmes exportcikke Antal Nimród vállalta magára, aki a tengeren túlon maximum megbízható iparosnak számít, de az álomgyárban szerzett tapasztalatai elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy hazatérve megrendezze talán minden idők leghollywoodibb magyar filmjét. És ezt pontosan úgy értsétek, ahogy azt kell. A viszkis akadálytalanul bámulatos svunggal csúszik le. Nincs benne egyetlen hibás akkord, egyetlen zavaró mellékzönge sem, simán végigmegy rajtad, hogy aztán azzal a lendülettel távozzon is belőled. Talán pont ez is volt a cél, a könnyed, gyors szórakoztatás. A forgatókönyvet is jegyző Nimród a lehető legkényelmesebb felálláshoz folyamodott, hogy elkerülje a kényes kérdéseket, vagy hogy igazán belemásszon az elkövető fejébe. Nimród Ambrus tette meg a film mesélőjévé, hogy amolyan közönséges bűnözők felállást követve az elfogását követő kihallgatás során ő maga számoljon be a múltjáról és tetteiről. Így aztán szépen összemosódhat a valóság a legendával, a tények a mesével, a lényeg, hogy kristálytiszta hátteret kapjunk az Erdélyben született szüleit, gyámjait egészen fiatalon elveszítő, előbb javítóintézetbe került, majd a román hadseregbe besorozott fiúról, aki aztán Magyarországra szökik, beáll cserekapusnak egy hoki csapatba, és miután beleszeret egy lányba, akkor döbben rá arra, hogyha igazán meg akarja vetni a lábát nálunk, akkor pénzre van szüksége. Sok pénzre. Nimród minden bizonnyal tisztában van azzal, hogy nem ezekkel a fordulatokkal találta fel újra a forgatókönyvírást, ezért nem győzi a kihallgatást vezető és a Schneider Zoltán által lobbanékonyan megformált rendőrnyomozó által kommentálni ezek közhelyességét. Az már a forgatókönyv egyéb hiányosságait mutatja, hogy szintén a kommentátorán keresztül próbálják kifejezésre juttatni, hogy a címszereplő épp mit érez, ahelyett, hogy igazán megmutatnák. Amit viszont Nimród megmutat, az az, hogy kisujjában van a filmkészítés. A viszkis minden pillanatán érződik, hogy egy remek karmester irányítása alatt igazi mesteremberek rakták össze. A beállítások és a bevilágítások, a vágás ritmusa és tempója mind-mind magas színvonalúak, és ugyan a költségvetésbeli határokat itt-ott lehet érezni, az akciójelenetek csupán rövidségükben hagyhatnak hiányérzetet. A stáb becsülendő kihívások elé állította magát, melyeknek rendre meg is feleltek. A film igazából csak színészileg nem kíván bravúrt, de ez leginkább a korlátok közé szorított karakterek érdeme, nem a színészeké. Ám igazából ezeket a határokat is meg lehet érteni. A hollywoodi filmek is vaskos ecsetvonásokkal dolgoznak, hogy a dialógusok úgy csengjenek, ahogy ezt a karakterek által belőtt nézői prekoncepciók elvárják. Ennek megfelelően az Ambrust alakító Szalai Bence viszonylag keveset beszél, inkább cselekszik. Schneider fújtat, káromkodik és kommentál, az Ambrust barátnőjét alakító Móga Piroska szépeleg, és így tovább. Ilyen karakterek kellenek ahhoz, hogy ne álljanak a technikai bravúr útjába, ám ahhoz, hogy igazán belássunk az újkori legenda mögé, ez a film nem elég. Mozgóképes illusztrációnak viszont tökéletes. A viszkis technológiai szempontból igazi bravúr, melynek sajnos sem a sztori, sem a karakterek nem állhatnak útjába. De azért mindenképp érdemes felülni az Ambrus hullámvasútra, még ha nem is feltétlenül akarsz utána belőle még egy kört.